Idén is megtartották Kétján a 2019 óta hagyománynak számító kolbásztöltő fesztivált. A rendezvényre ezúttal 22 csapat nevezett. Próbáltuk úgy megrendezni, ahogy eddig. Azzal a kis különbséggel, hogy az idén nem sikerült pályázati pénzt szerezni hozzá, és ezért a rendezvény tartalma ennek megfelelően alakult. Most támogatásokat kaptunk, illetve az önkormányzat a saját költségvetéséből rendezi ezt az idén meg. A menetrend az szinte ugyanaz, 10 órától volt a húskiosztás, most éppen töltenek, illetve sütik a kolbászt, 1 óra magasságában lesz egy közös fénykép, 3 órakor pedig a folklor programok lesznek megrendezésre, aztán ha sikerül, akkor lesz egy habpartink, és utána 5 órakor megint folytatjuk a folklor programokat. A kolbásztöltő napján eső várta a résztvevőket, de ez nem befolyásolta a program hangulatát. Azt gondoltuk, hogy elveszi a kedvét az embereknek, de úgy látom, hogy nem. Várták az esőt, tehát az embereknek egyik része örül, a másik része pedig tudomásul veszi, és ebből hozzuk ki a legjobbat, azt gondolom. 2019-ben, amikor először elkezdtük, hagyományteremtésként indultunk, és úgy néz ki, hogy tetszik a lakosságnak, tetszik a közönségnek, sikerült mindig olyan programokkal feltölteni, amik tartalmasak és érdekesek, ezért nagy örömnek örvend, tehát nagyon sokan szeretik ezt a rendezvényt. A kolbásztöltés ötlete a kezdetektől fogva praktikusnak tűnt, ezért is esett erre az ételre a szervezők választása. Ennek a sok embernek végül is az élelmezéséről valamilyen utomódon gondoskodni kell. Az a legegyszerűbb, hogyha mindenki saját maga készíti el az ő ebédjét, nevezzük így, és a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb véleményem szerint egy kolbásztöltés. Hát hogyha ilyen bugrácsos kajában gondolkodunk, akkor van, aki fával csinálja, van, aki gázzal csinálja, tehát itt most nekünk a legjobban, ami bevált, ez a gázon készített étel, és a kolbászt azt mindenki szereti. Bogos Antal kétjiként még a szüleitől tanulta a kolbász készítést. Nálunk ilyen, hogy mondjam, hagyomány. Tehát ez, de évente többször töltök, amikor fogy otthon, akkor veszünk egy 20 kilót, töltünk. Megint veszünk, megint töltünk. Friss kolbászunk legyen, az kész. Hát van neki egy speciális fűszerezés, én mérek mindent, az a legjobb, mert hogyha az ember csak úgy találomra, volt, hogy nem mindig sikerült, és akkor megvan a méret. Tehát, hogy 1 kiló darált húsba, az is, az sem mindegy, milyen 60, 40 vagy 70, 30, attól függ, hogy milyen, és akkor abba 20 deka, 2 dekával a sót, 2 dekával a paprikát, most itt a paprikába még egy kis sípőset belejátszottam, hogy legyen értelme, mert van, aki szereti, van, aki meg nem, de most majd úgy fogja enni, hogy kicsit csípősen, kis borsot tettem bele, csak ennyi más, meg fokhagymal légyek, ki ne hagyjak. A felvidéki Érsekkétyről is érkezett egy delegáció. Ők 26 éve testvértelepülési kapcsolatban állnak Kéttyel. 2018-tól vagyok Érsekkéty község polgármestere. Ödrei Zoltán polgármester úrral nagyon jó a kapcsolatunk, és minden évben, amikor meghívást kapunk, akkor mindig részt veszünk, vagy a kolbászöltő fesztiválon, vagy éppen a születi felvonuláson. Nálunk hagyományos módszer van, ugyebár, mint Magyarországon, csak annyi az egy hozzávaló még pluszban úgymondva, hogy vörösbort is teszünk egy kicsit a kolbászban. Az a ízek nálunk lényegében ilyen, igaz, szexárd is borvidék, de mi is hozzáteszünk, nem tudom, mindig hozzáteszünk egy kevés ilyen vörösbort, 1-2 deciről van szó, ugyebár, hogy nem sokat, de nem tudom, hogy miért másabb, de nekünk ez egy ilyen hazai érzés. Nagyon szuper rendezvény, tökéletes rendezvény, mindig örömmel jövünk, minél több, nagyobb létszámban tudunk eljönni, a testület is nagyon támogatja ezt a rendezvényt, ugyebár, úgyhogy most is eljöttünk 9-en, nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy mindig örömmel jövünk. A már hagyománynak számító Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál az eső és a pályázati forrás hiánya ellenére idén is sikeres lett.